Egy telefonpoznára rádölt fenyőt fűrészélnek az alcsú dobozi arborétum mellett. A szél akkora volt a térségben, hogy a fát gyökerestül csavartak ki a földből. De nem ez volt az egyetlen viharkár a térségben. Felcsúton a labdarúgó akadémiára is fadölt. Ezt a bicskai tűzoltók fűrészelték szét. Bodmér és Felcsút között pedig egy személygépkocsira dőlt rá egy út melletti fa. Menet közben egy autóra egy a nagy szél miatt kidőlő fa rádölt. Nem történt jelentősebb személyi sérülés, a tűzoltók a fát eltávolították. A keddi viharban több mint tíz esetben riasztották a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit Fejér -megyében. A Váli és Bicskei térségben erős széllökésekkel és sok csapadékkal támadta a vihar. A tabajdi református templomra pedig nem sokkal este hat előtt szintén egy fát döntött a szél. Még van egy kereset, aminek a felszámolása jelenleg folyamatban van. Tabajdon a református templomra dölt rá egy fa, ennek a eltávolítása van folyamatban. A hirtelen jött bőséges csapadékot a földek sem tudták felszívni, az erős szél pedig információink szerint egy felcsúton lévő szélerőművet is kidöntött.